Minden szentek és halottak napja közelettével sokan keresik fel a virágárusokat. Az előző évekhez hasonlóan az idejében is a sárga és a fehér krizantéma legkelendőbb, amelynek szálonkénti ára 100 és 150 dinár között mozog. A sírhelyekre a hozzátartozók legtöbbször egyszínű és visszafogott kombinációjú virágokat helyeznek el, ami békét és nyugalmat sugároz. Ezt a virágot, amit már most viszek haza, ez majd a szerb temetőbe megy. Ez a feleségemnek a volt férjére majd, ő neki is úgy van. Sok itt szoktunk vásárolni, mivel egy faluból valók. A feleségem meg ez a néni. Pálfi Mária több mint 10 éve árulja a szebbnél szebb csokrozott krizantémokat. Idén a különböző színű és méretű virágok 200 dinár értékben vásárolhatók meg nála. Most a baba krizantint, azt viszik jobban, most ebbe a napokba. Emígyésen meg a sárga, meg a fehér, az kelendő szín. De van, aki a pirulás, ez hányat válogatott, és volt benne piros is, meg sárga is. Remes Hannánál a legtöbben a sárga krizantémot keresik. A vásárlók szerint ez a szín szimbolizálja legjobban a szeretetet és az emlékezést minden szentek idején. Palisade a 150, a krimisztek 100, a margaritták 100 szálja, úgyhogy ezt termelem. Ilyen árban vannak a mécsesek és az ikébanák? Nálam 60. Én tartom a virág miatt, nem keresek, nem akarok rajta gazdagodni. 60-300-ig ezek a nagyok. Szóval van 80 is, meg 50 is van, úgyhogy attól függ. A legnagyobb kereslet a nagyfejű krizanténfajták iránt van, de a teniszlabda nagyságú közepes fejűek iránt is folyamatosan nő az igény, főleg amiatt, mert az idén rosszabb volt a hozam, mondják az árusok. Imamo od 150 do 500 dinara. 150, 200, 250. 300, 400, 500, svašta nešto. Ima ikebane, ima sječeno, ima saksicko cveće, svašta nešto za svakoga. A csokros és a szálas virágok mellett sok helyen az asztalokon vannak örökzöldekből, szárított virágokból és termésekből készült koszorúk is, amelyek maradandóbbak, valamint halottaink örök életét is jelképezik. Az árusok többsége az elkövetkező napokban reggel 8-9-től a késő délutáni órákig várja a vásárlókat a temetők, illetve a piacok és a bevásárlóközpontok közelében.